Akkor, hölgyeim és uraim, fölkérem Kis Istvánt, hogy tartsa meg a programban meghirdetett előadását. Én egy kicsit még régebbre vagyok kénytelen visszanyúlni, lévén abból a tényből kiindulva, hogy az első magyar voltam kint az intézetben, aminek van egy ókor története, de azért a görögökig nem megyek vissza. Villamosmérnökként végeztem, rendszertechnikával foglalkoztam, azt tanítottam, és elkezdtem foglalkozni a rendszertechnikából fölfele, építkezve a rendszerelmélettel. Kindler József mentorommal, annak idején 69-ben kiadtuk a rendszerelmélet könyvet, amiben beleszerkesztettünk egy kis kérdőívet, és meglepő nagy érdeklődés mutatkozott egy olyan ankét iránt, amit egy évvel később a TIT stúdiójában, a Bocskai úton megtartottunk. Egy ilyen 150 fős résztvevős kis kétnapos ankét kerekedett ki rögtön belőle. Úgyhogy a rendszerelmélet nagyon népszerű lett. Következő évben elfogyott az első kiadás, jött a második kiadása ugyanannak a kötetnek. Én is elkezdtem publikálni, többek között a Szigmában. Írtam egy ilyen általános rendszerelméletről szóló fogalmakat, módszereket, összefoglaló írást. Míg nem aztán 72-ben, miután a KFK-ban tudományos titkárságon dolgoztam, és a könyvtár is hozzám tartozott, úgyhogy első kézből én kaptam meg a New Scientist-et, és így aztán láttam októberben, hogy megalakult egy ilyen rendszer izékkel foglalkozó intézet Luxemburgban. Mondtam, hogy nosza, ez milyen érdekes lesz, úgyhogy elkezdtem fölépíteni a kapcsolatokat, ami elég nehéz volt, mert 72-ben gyakorlatilag a híren kívül más nem létezett. 73-ban sikerült kideríteni, hogy kaptak egy szobát az atomenergia ügynökségen, a Ringen, az operától nem messze. Ez a Volkswagen kis bogár lehetne akár az enyém is, mert azzal mentem ki, és látogattam meg az IAEA-t, az atomenergia ügynökséget, annak is egy idéglenes helye volt, és egy ilyen nagyon sötét szobában találkoztam Andrej Bikovval és Howard Raifával, az első igazgatóval. Kérdezték, hogy mi járatban vagyok, mondtam, hogy érdekel a rendszer dolog, mi újságban Magyarországon, mert hogy ők próbáltak a magyarokkal tárgyalni, de a magyarokat nem érdekelte első körben, úgyhogy alapító tagként Magyarország nem volt tag. Mit tudunk ezen segíteni? Hát mondom, hívjanak meg olyan magyarokat, akik érdekesek lehetnek, és részt vesznek az úgynevezett programtervezői konferenciákon, ami 73 nyarától indult. Így aztán például a számítógépben megkérdezték, hogy kit javaslunk. Hát miután én KFK is voltam, Kapásból Sándori Micut javasoltam, akit ki is kísértem aztán a konferenciára. Az ipari rendszerekkel foglalkozóra Hatvani Józsefet, a Stakiból energiatémában Rabár Ferit, illetve Rabár Feri két témában is részt vett, de nem csak azért, mert ő mondjuk energiaszakértő volt, vagy vízügyel foglalkozott, hanem mert az Infelorban, mint rendszertechnikai intézetben ő volt az igazgató, és mondtam, hogy hát ő akkor a rendszerekhez hivatalból kell, hogy értsen, úgyhogy mondtam, hogy Rabár Ferenc is. De Rabár Ferenc közben kiderült, hogy más vonatkozásban is kapcsolatban van ezzel a vonallal, lévén egy olyan hagyomány Magyarországon, hogy a számítástechnika és a hozzá kapcsolódó ilyen társterületek, akkor még nem volt ilyen szoros kapcsolat a számítástechnika és a rendszer ügyek között, az hagyományosan statisztikai történet volt, mert ugye lyukkártyás földolgozás, IBM gépek hol vannak, KSH-ban. Úgyhogy Huszár elvtárs lett a gazdája a KSH-nak, és ilyen formán ő lett a gazdája a számítástechnikának is abban a 70-es évekre jellemző időszakban. Ezért aztán Visi Ánik is, aki az egészet a szocialista országok részéről kezdeményezte, őket kereste meg, de ilyen nagyon langyos fogadtatásban részesült, úgyhogy
föl kellett ezt a dolgot pörgetni, ami annyira sikerült, hogy nem csak részt vettünk Rabár Ferivel a tervezési konferenciákon, hanem október-novemberben már 2 hónapot kint töltöttünk, azzal, hogy mi is hozzájáruljunk egyrészről a program alakításához, másrészről, hogy a magyar kapcsolatokat próbáljuk szélesíteni. Az érdekesség, hogy akkor még nem volt kastély. A kastély az csak 6 hónappal azt követően nyílt meg, és mi egy ilyen fa barakban dolgoztunk, és történetesen itt a bejárat fölött, ebben a szobában dolgoztunk, ahol nyitva van az ablak, Rabár Ferivel egy szobában dolgoztunk, és próbáltuk irányítgatni azt, hogy merre menjen az intézet, merre menjenek a magyar kapcsolatok. Aztán írtunk is Rabár Ferivel ugyancsak a Szigmában egy bemutató anyagot, ahol megpróbáltunk érvelni amellett, hogy Magyarország az jó lenne, hogyha csatlakozna. Így aztán végül elértük azt, hogy a jelen sorok írói ott egyrészt kint voltak az intézetben 2 hónapig, másrészt pedig elérték, hogy 74-re Magyarország csatlakozhasson az intézetbe, és 74-től tagok is voltunk. A 2 kiadást megért rendszerelmélet kötetet, az érdeklődésre való tekintettel 73-ban kötvette egy rendszerkutatás kötet, amit szintén Kindler József mentorommal együtt hoztunk sajtó alá, és még mindig 73-nál tartva, mert eseményekben dús év volt számomra, hiszen 3-szor voltam a Jasában, egyszer májusban, hogy fölvegyük a kapcsolatot, még abban a kis sötét atomenergia ügynökségi szobában, aztán a tervezési konferencián, valójában 4-szer voltam, mert Sándori Micut is elkísértem a tervezési konferenciára, csak ott hivatalos tagként nem jelentem meg, és végül október-novemberben. Mindeközben megszerveztünk egy konferenciát, miután ilyen érdeklődés mutatkozott a rendszerelmélet iránt. Ennek van egy érdekes magyarázata, ugye kapitalista áltudománynak minősültek ezek a gyanús dolgok, ami a kibernetikával, meg ilyen rendszer, meg számítógép, meg ilyenekkel függött össze. Ezért nagyon sokan, akik érdeklődtek a téma iránt, orientálódtak a rendszerelmélet iránt, ami nem kapott még semmilyen ilyen kapitalista áltudomány címkét, ezért alkalmas volt minden olyanra, amit más címen lehetett volna művelni. Az rendszerelméleti konferenciát előre megfontolt szándékkal nem Budapesten rendeztük, hanem Sopronban, mert az 40-50 kilométerre volt Luxemburgtól, és azért akkoriban még nem volt olyan könnyű utazgatni, úgyhogy egyszerűbb volt onnan idehozni, már Magyarországra hozni embereket, mint hogy kimenni. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy amikor Rabár Feri is, vagy Sebestyén Isti is kim voltak a Jasában, akkor még mindig egy-egy ablakot kaptak. Ugye papírforma szerint 3 évenként lehetett külföldre menni. Állandó kibelépő nem létezett. Rabár Feri és Sebestyén István voltak az elsők, akik állandó kibelépőt kaptak tudomásom szerint, amit sikerült akkoriban elintézni. Soproni előadók között azért jeles emberek voltak, mint Szent Ágotai János, későbbi akadémiai elnök, vagy Kulcsár Kálmán akadémikus, Kindler József a mentorom, akit említettem, és a Neumann Társaság részéről is Tarján Rezső és Dömölki Bálint is, ha erre a képre ráismer még, hogy ez ő, mert hogy itt van közöttünk. Ezek a képek egyébként az Informatika Történeti Fórum oldaláról vannak. Fölismered magad? Nem. Miklós mondta, hogy te vagy. Már Havas Miklós, úgy értem. Na, lévén, hogy ilyen illusztris vendégek is, mint akadémikusok és Szent Ágotai Kulcsár szintén érdeklődtek a téma iránt,
behoztuk a témát az akadémiára is, és megalakult a Rendszerkutatási Komplex Bizottság, amely melléktermékeként létrejött egy rendszerkutatási tanulmányok szerkesztői bizottsága. A Rendszerkutatási Komplex Bizottságot rögzítette annak idején az akadémiai almanak is. Csáki Frigyes képviselte a műszaki tudományokat, Kulcsár Kálmán a társadalomtudományokat, és Szent Ágotai az élő tudományokat. Úgyhogy a komplexitás és az interdisziplinaritás maximálisan képviselve volt a társelnöki rendszerben is, de ha végignézi valaki netán a névjegyzéket, abból is láthatja, hogy minden rendszer orientációt mutató érdeklődési terület az reprezentálva volt, többek között Kornai János is ott volt, akinek a fia jelenleg is itt van. Rendszerkutatási tanulmányok sorozatban nagyon sok kiadványunk jelent meg, ezek közül a kockázat és társadalom kicsit kiütötte az akkori rendszernek a inger küszöbének a felső határát, úgyhogy kaptunk, hogy ilyet azért nem kellene, de hát hál' Istennek átment, itt is a vezér szónok a témában Kindler József volt. Az MTA-RKB, ez a Rendszerkutatási Komplex Bizottság mást is csinált, előadásokat, konferenciákat szervezett itt az akadémián is, publikációkat készített azon túl is, mint amit a rendszerkutatási tanulmányok sorozata bemutatott példányai szemléltettek. Megemlíthető, hogy a képes terembe, ami ha jól emlékszem, egyel alattunk van, láttuk először vendégül László Ervint, aki annak idején ugye a majdnem fekete listán lévő Limits to Growth, tehát a már hivatkozott világmodellek gazdáinak a szerzői hátterében, ugye azt a római klub csinálta, és, vagy készítette, és László Ervin volt a római klubnak a titkára akkoriban, és őt hívtuk meg Magyarországra, és a Rendszerkutatási Komplex Bizottság volt az, amelyik először fórumot biztosított számára, és a római klub mintájára fölvetettük azt, hogy akkor így a kelet-európai enyhülés jellegéből adódóan próbáljunk egy Budapest klubot is hasonló gondolkozásmóddal létrehozni, ami akkor nem talált értő fülekre, vagy nem találkozott szándékokkal, később aztán más ezt megcsinálta, és egy darabig működött is. A rendszerelmélet iránti érdeklődés a 70-es években változatlanul erős volt. A Neumann Társaság keretében ezt tovább vittük. 73-ban, 76-ban és 79-ben is rendeztünk rendszerelméleti konferenciákat, és a kötetek vastagsága az csak nőtt, tehát ez azt mutatta, hogy egyre több szakmai terület érdeklődik az ilyen gondolatok iránt. 78-ban egy mérföldkő következett, az OMFB rendszerelemzési irodához került át a Jasával való kapcsolattartás. Korábban a tervhivatalnál volt, ahol tisztes kollégák dolgoztak rajta, csak éppen nem koordináltak szinte semmit. Nagyon jól működött az a típusú munka, amit ők készítettek, mert tervhivatal matematikai modellezési hátterét azt részben ők biztosították. Ezzel egy időleg átvette a tervhivataltól az OMFB a Magyar Alkalmazott Rendszerelemzési Bizottságot, MAREB néven emlegettük annak idején, ez volt végül is az a magyar nemzeti tagszervezet, NMO, amelyik egyidejűleg megalakult. Feladataink a kétirányú kapcsolatok koordinálása volt, ez a Jasa és a MNIPU, mert Moszkvában volt egy társintézete a Jasának, az is Grisiányinak a szellemi terméke volt. Döntés- és rendszerelemző munkákat végeztünk, módszertani fejlesztéseken dolgoztunk, módszertani kiadványokat közzé is tettük, tehát publikációs tevékenységünk is volt, hazai és nemzetközi rendezvényeket szerveztünk. A 78-as év a február havától eléggé
intenzívé vált, részben annak köszönhetően, hogy az előző évben a JASA-ban egy koncepcióváltás következett be a számítástechnikai alkalmazások iránt. Andrej Bikov többször itt volt, Butrimenko többször itt volt, egyeztetett többek között Bakonyi Péterrel, mert ugye Staki volt az egyik ilyen hálózati háttér, és akkor, amikor a Stakival előzetesen megállapodtunk, akkor az OMFB rendszerelemzési irodája és a Staki egy 10 milliós szerződést kötött arra, hogy akkor legyen meg ez a TPA csomóponti gép páros. Itt kiki máshogy emlékszik, Lábadi Berci, Sebestyén István vagy Bakonyi Péter, hogy ez a 10 millió végül is mire ment el. A lényeg az, hogy két TPA csomóponti gép működött és köszönt egymásnak, nagymértékig a már többször említett Lábadi Berci munkájának eredményeként. Ezeket az egyeztetéseket, amelyek az adatátvitellel kapcsolatosak voltak, szintén le kellett bonyolítani 78-ban. Én emlékszem naptáramból, hogy decemberben voltam kint a Herengasszén, ha jól emlékszem, és tárgyaltam le, hogy akkor jövő évtől kezdve magyarok előfizetnek az adatátviteli vonalra. A Rádió Ausztria volt a data carrier az osztrák vonalon. Ez a Isti előadásában is szerepelt. Na de, azért nem ment ez olyan könnyen, mert voltak figyelő szemek, fülek, és ezért például, amikor terveztük az első hálózati bemutatót januárra, bizony-bizony engedélyt kellett kérni a belügyminisztériumtól, hogy lehessen ilyet bemutatni. Föl kellett deríteni, hogy mit akarunk bemutatni. Egy idő után majd mutatom a részleteket, a BM bizony kérte azt, hogy hagyjuk abba. Gyerekek, ez így nem megy. Nem értjük a madár csicsergést. Mert ugye annak idején ilyen fax hanghoz hasonló volt hallható a telefonvonalakon, mert a telefonvonalakon ment annak idején az adatforgalom is. Ezt követték a BM tárgyalások, és megszületett egy elfogadott ügyrend. Ezzel egy kicsit részletesebben foglalkozok, mert elsősorban a mai generáció el se tudja képzelni, hogy olyankor, azokban az években mik történtek. Hát először is ugye kellett kérni egy engedélyt a BM-től. Itt az OMFB REI kért a Nemzetközi Számítógépes Hálózati Bemutatóra egy engedélyt, hogy ezt lehessen csinálni. Megkaptuk az engedélyt. Sebestyén János elnök helyettes az OMFB részéről, a MAREB-nek egyébként az elnöke volt, megírta az első magyarországi bemutatóra a meghívót, amelyikre január végén került sor a Staki székházában. Ott volt egy ilyen nagy alaksori előadó terem, amelyik föl volt szerelve egy ilyen többmázsás, nem csak a grafikus diszplé volt többmázsás, hanem Barco Vizio nevű ilyen kivetítő volt, körülbelül 15-ször akkora, mint az itteni kivetítő, és meg se lehetett mozdítani. Tehát ott rendeztük ezeket a bemutatókat, és ott volt az első ilyen bemutató is, amit a Staki és az OMFB rendszerelemzési iroda együtt szervezett, illetve hát a technikát ők adták, a feltételeket meg az OMFB biztosította, egyrészt a BM-mel való kapcsolattartás vonatkozásával, másrészt az anyagi hátteret illetően, mert mint később lehet látni, ezeket az összegeket az OMFB bocsátotta a Staki rendelkezésére, illetve kötötte meg a Metrimpex-el a szerződést az adatátvitelre. Ezzel egyidejűleg kiadott a rendszerelemzési iroda egy sor olyan kiadványt, amelyik a különböző szolgáltatásokat foglalta össze, hogy mi érhető el a hálózaton, mert azt azért innen nem lehetett tudni, hogy mi minden hozzáférhető a hálózaton keresztül. A Predicast volt az egyik nagyon érdekes ilyen történet, ez ugyanis földolgozta a gazdasági információkat, és amikor az OT-nak rendeztük a bemutatót,
akkor Polai Miklós, aki óti elnökhelyettes volt, akkor odafordult a kollégáihoz egy kérdés kapcsán, amire a választ megkapták. Megkérdezték, hogy na, nézzük meg, mit tud a rendszer Lenin városról. Kihozta, hogy mekkora a beruházás, mikorra fejeződik be, milyen fázisok vannak, mi a megtérülés, ilyen. Egymást néztek, ha mi az OT-ban ennyit tudnánk erről, de ennek volt egy másik negatív következménye is, mert ugye nem csak az volt érdekes, itt közben mutatom a bemutatókat, itt van Bakonyi Péter, ez itt Manhin Róbert, aki magára ismert, mert ő is dolgozott ezen a rendszeren, és rendszeresen itt volt a Rádió Ausztriától is valaki, aki ellenőrizte, hogy milyen, mi történik. Itt éppen én adok elő a bemutatóval kapcsolatban, itt éppen Bakonyi Péter ad elő a rendszerrel kapcsolatban. Egy képet vissza. Te is ott vagy? Melyik vagy a kopasz? Nem. Jó, én kopaszodtam meg közben, elnézést. Én poénkodhatok a kopassággal. Na de, itt a bemutatók fényes időszakát követően jött egy levél a belügyminisztérium titkárságáról, szigorúan titkosan. És mit kértek? Hagyjuk abba. Gyerekek, ez így nem megy. Tudnivaló, hogy ezen a vonalon ellenzékiek is elkezdtek amerikaiakkal kommunikálni, és ők az alapvető célszemélyben, nem tudom, szabad-e nevesíteni, de ezt ma már mindenki tudja, Magyar Bálint volt az egyik olyan, akit szerettek volna figyelni, és ő viszont már kezdte el használni az akkori otthoni akusztikus modemmel az adatátviteli hálózatokat, és kezdett levelezni. A fiatalabbaknak mondom, hogy régen nem voltam ilyen csiribiri csillogó eszköz, meg ilyen kicsi cucc, meg ilyen wifi, hanem volt egy olyan eszköz, amire a telefon készül, vagy telefonkagylót rá lehetett tenni, és akkor az volt az akusztikus modem, az csiripelt ide-oda, amoda, úgy, mint egy fax hang, ha valaki még emlékszik a fax hangra. No, megjött a levél hivatalosan, szigorúan, titkosan, hogy hagyjuk abba. Azonban hál' Istennek azt kell mondjam, hogy nem ellenőrizték. Úgyhogy a kapcsolatok változatlanul folytak tovább. Ugyanakkor elindult egy rendkívül intenzív egyeztetés a BM-mel, hogy gyerekek, technika halad, ti is biztos haladni szeretnétek, miben lehetünk segítségetekre. Két kérésünk van. Aki kommunikál, az rendelkezzen erre vonatkozó engedéllyel. Jó, megoldható. Legyen utólag ellenőrizhető, hogy mit kommunikált. Hát mondtuk, ez egy kicsit nehezebb, de ezt is meg lehet oldani. Ki lett találva, letárgyaltam, és elküldtem a BM-nek, javasolva egyidejileg, hogy az egész történetnek a szigorúan titkos jellegét meg szolgálatra használatos, ilyen kis misztifikáló dolgokat hagyjuk abba, és tekintsünk el a ilyen típusú minősítésektől, és ez legyen egy szabad dolog. Ezt a javaslatot, amit kitárgyaltunk, októberben fölterjesztettem, itt van, Nemzetközi Hálózati Végállomás Üzemeltetési Ügyrend, így szólt annak idején a bürokrácia nyelvén, amit megkaptunk. Ez lett a végrehajtott és jóváhagyott változat. Akit a teljes anyag érdekel, az megtalálhatja a Infotörténeti Fórum oldalain, mert ezek már teljes mértékben közzé lettek téve. A lényeg az, hogy ezt a kísérleti szolgáltatást az OMFB anyagilag vállalta, azt, aki pedig technikailag biztosította. Abban az időben én egy épületben dolgoztam a Bakonyi Péterékkel, ez a Viktor Hugo utcai épület volt. Na de, az ellenőrizhetőség kedvéért szigorúan kikötötték, hogy az NHV, ez ugye a Hálózati Végállomás című rövidítés volt, nyomtató egység nélkül nem működhet.
Továbbá, aki engedéllyel rendelkezik és megkapja a titokszobának a kulcsát, az sztaki felügyelő nélkül nem motoszkálhatott, mert aztán kikapcsolja a nyomtatót, és aztán ki tudja, hogy mit csinált. Itt van a titokszoba gazdája, Tóth Beatrix. Ő volt az, aki ezt kezelte kellő rugalmassággal, bár általában ott volt, és általában a nyomtató működött. Mindenesetre 5 évig el kellett tárolni azokat az outputokat, amit 2 példányba kellett nyomtatni, mert egyet elvihetett udvariasságból az ügyfél, aki forgalmazott, legyen neki is valami élvezete, de a másodpéldányt azt 5 évig le kellett tenni, hogy utólag vissza lehessen keresni, hogy ki, mikor, mit. Ugyanis a tárgyalások során kedves kollégák ott fölvetették azt, hogy te kisebbtárs, hát ezek a dörzsölt nyugatiak abból is tudják majd, hogy mivel foglalkozunk, hogy kérdéseket teszünk föl nekik. A kérdések alapján fogják tudni, hogy mivel foglalkozunk. Idáig jutottunk. Na, a lényeg az, hogy végül is ennek az idéglenes ügyrendnek az első 2 engedélyezője az akadémián belül Bakonyi Péter volt, az akadémián kívülieknek pedig jó magam. Persze senkitől soha nem tagadtuk meg az engedélyt, a kulcsot megkapták, Tóth Beatrix pedig felügyelte, hogy min motoznak. A teljes anyag hozzáférhető az ITF oldalán, úgyhogy ha valaki majd meg akarja nézni, hogy ez a néhány oldalas kis dokumentum, mi minden tartalmaz még, az az Informatika Történelmi Fórumnak a oldalán ezt elérheti. 3 évig tartott ez a kísérleti időszak, és akkor én írtam egy összefoglaló cikket a számítástechnikában, egyrészt a múltbeli tapasztalatokat összefoglalva, másrészt pedig, hogy mi a teendő akkor, ha valaki online szeretne információt venni. És ugye 81-ben írtam én ezt a cikket, és 81 elejétől volt meg a Magyar Postának a Nedix központja, és kezdte el üzembe helyezni. Mi voltunk az egyik első, aki az ilyen kis 2 narancssárga színű dobozt megkaptuk, és nem találom, pedig az előfizetői feltételek között szerepelt, hogy a 2 narancssárga doboz mellé tessék szíves lenni egy nyomtatót saját erőből beszerezni és rákötni. Tehát 1981-ben a belügyi közlönyben, ami most már nem volt szigorúan titkos, de még mindig belső használatú volt, elő volt írva az, hogy a számítástechnikai hálózaton keresztüli forgalomhoz előzetes engedély kell, BM felé bejelentési kötelezettség van, és nyomtatási kötelezettség. Utólagos visszakeresés lehetőségeként. Sok-sok könyvet adtunk ki. A statisztikai kiadó, mint ugye már említettem, a számítástechnikának a kezelője, kezelte az korszerű informatika könyvtárat, többek között Rendszeren szemlélet című könyvet, amelyeket Churchman professzor Berkeleyből írta, és mi kiadtuk magyarul. Ez itt ő személy szerint, ez pedig Szent Ágotai professzor, aki a Rendszerkutatási Komplex Bizottság egyik társelnöke volt. Ezen kívül természetesen rengeteg könyvet segítettünk sajtó alá, többek között több olyan JASA kiadványt, amit lefordítottunk. Ilyen volt a rendszerelemzés kézikönyve, vagy a Pitfalls of Analysis, az elemzés csapdái, vagy Csaba volt szíves segíteni sajtó alá rendezni a Sötétben tapogatózva Meadows-ék által írt világmodellezésekkel foglalkozó összehasonlító tanulmánykötetet, de lefordítottuk a Holling által, aki ugye a Resilience címszó révén vált nemzetközi hírvé, a tőle származó írást, a Várni a váratlant, Expect the Unexpected-et, de
meg kell említeni, hogy könyvek jelentek meg más témában, és így többek között Somjódi László akadémikus által koordinált balatoni modellezéssel kapcsolatban is, amelyik a sekélyvízű tavakban a Balatont választotta esettanulmányként, vagy szerencségemmel együttműködésbe kiadott módszertani összefoglaló kötet volt a Rethinking the Process of Operational Research and Systems Analysis. Sokszor ezt analógiaként kezelték, hogy az operációkutatás és a rendszerelemzés az rokon téma. Mint említettem, nagyon sok anyagot adtunk ki, nemzetközi tárgyalások módszertana témaköréből, a kockázat téma már akkor napirenden volt, döntéselőkészítéssel foglalkozó könyveket. És a rendszerelemzési iroda korát meghazudtoló módon az információ, technológiai információ kultúrára gyakorolt hatását is feldolgozta, egy elég válogatott társasággal, többek között ugye Pesti Lajossal, aki akkoriban éppen a KSH-nak az elnöke volt, időközben Huszár elvtárs átment az OT-ba. És volt egy nagyon érdekes szeminárium sorozatunk, ahol olyan illusztris emberek vettek részt, mint Sólyom László, későbbi köztársasági elnök, vagy Szabó Máté. Azt a fedőnevet adtuk, miután OMFB-hez tartoztunk, a témának, hogy korszerű kiegészítő technológiák. Mi az? Senki nem tudja, de ez a jó. Mi viszont szabadon beszélhetünk arról, amiről akartunk. Mindig volt egy-két gyanús, ismeretlen arc ezeken a rendezvényeken, viszont jókat vitatkoztunk arról, ez a rendszerváltozás előtti években volt, 86, 87, 88-ban, vagy itt volt Szabó Máté, aki ombudsman lett később, de számos más szerző munkája is megtalálható, ugyancsak az Informatika Történelmi Fórum archívumában. A JASA-val való együttműködés keretében meg kell említeni egy kiemelkedő szemét, aki a JASA-ban magával soha nem publikált. Ez Shiba professzor volt, egy japán származású minőségi guru, minőségi ügyekkel foglalkozott. Ő dolgozta ki a Total Quality Management koncepcióját, amit Magyarországon kezdett el kísérletként a szocialista országokban elsőként alkalmazni. Létre is jött egy alapítvány, ami 25 éven keresztül működött. Ennek a gazdája Asbó Tibor volt, aki a rendszerelemzési irodánál a helyettesen volt, majd még szó esik róla, mert későbbiekben is volt szerepe. Ez itt Shiba professzor, aki egyébként áldásos magyarországi tevékenységért kétszer kapott különböző kereszteket, tehát állami magyar kitüntetéseket. Mint említettem, tevékenységi körünkbe tartozott az, hogy szervezzünk konferenciákat, amiket meg is tettünk. Így hoztuk Magyarországra az 1956 óta működő Society for General Systems Research társaságot, amelyik éves konferenciáját itt tartotta. Ezt már az akadémiával, a rendszerelemzési irodával és a JASA-val együttműködésben szerveztük, ugyanis ennek a nemzetközi szervezetnek az Európai Business Office-a az itt működött Budapesten, úgyhogy ezt a lehetőséget kihasználva rendeztük meg. 87-ben a Budapesti Kongresszusi Központban több száz résztvevővel, amiből azért az érdekes, hogy itt volt a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának elnöke, és természetesen itt voltak a JASA vezérkarából azok, akiket a JASA fontosnak tartott, de többek között maga az igazgató is. A konferencián két dolog forrott ki. Egyrészt az, hogy a Society for General Systems Research már nem fejezi ki azt a tartalmat, ami a tevékenysége mögött van, ezért megfogalmazódott egy névváltozási javaslat, és létre kellett hozni egy Vizinet nevű, majd mindjárt bemutatásra került vállalkozást,
és ettől az időszaktól máig is, 86-tól a General Systems Research, az International Society for the System Sciences névre hallgatott. A másik dolog, amit a JASA igazgatói, Lee és Pry urak is támogattak, anyagilag is, meg kell mondjam, az volt, hogy a szertágazó rendszerkutató, rendszerelemző, rendszerorientált, rendszerszemlélettel rendelkező mozgalmaknak, újságoknak, intézeteknek legyen valami koordinatív szerepe, hogy kicserélhessék egymás között az információkat, mert akkoriban eléggé lazán voltunk szervezve még, és 89. júliusban létre is jött budapesti találkozó keretében a Systems Summit Meetingnek nevezett esemény eredményeként a VISINET, ez a Worldwide International Systems Institutions Network, az Institutions jelentette az intézeteket, az ilyen társaságokat, society-ket és az újságokat. Ebben a System Directory-ban, ami 91-ben került csak sajtó alá, két év késéssel, de arra mindjárt némi magyarázattal is szolgálok, elindult ez a mozgás, azonban jött Maria Éjjeltárs, és meglépte az első OMFB felszámolására irányuló lépést. Megszüntette a rendszerelemzési irodát, mi válasz elé kerültünk, hogy visszük tovább a nemzetközi koordinációt, vagy elviszük ezt a témát a vállalkozás irányába. Vámos Tibor tanácsára én személy szerint a döntés és rendszerelemző Kft-t választottam, és itt jön ismét be Hasbó Tibor, aki a rendszerelemzési iroda igazgató helyettese volt, ő vitte tovább az akadémián a Marebet, és 20 éven keresztül ő gondozta ezt, többek között ő volt a SIBA alapítványnak a kuratóriumi elnöke is. A kapcsolati tőke azonban, vagy kapcsolati háló, az nagyon jól működött a vállalkozási formában, és így néhány szóval erről is meg kell említenem, vagy említést kell tennem. A Daisy ugyanis részben abból adódóan, hogy Kurt Fedrával kialakult jó kapcsolat, ő volt a Systems and Decision Sciences-nek a gazdája, bekerültünk egy olyan szakmai körbe, kapcsolati háló, idézőjel, amiből én évekig éltem, és így például elkezdtünk dolgozni a COSCITER-ben, többek között Bozó Lacival is együttműködésben. Ezen belül ugye volt egy modeling csoport, mi a Stationary Sources-zal foglalkoztunk, a 617-es CITER COST Cooperation on Science and Technology, rövidítése a COST, és ezek a különböző számok azok mindegy, hogy mit jelentenek, a CITER az a tiszta levegőjű városokat jelentette. Na most itt is ugye kialakult egyfajta kapcsolatrendszer ebben a CITER-ben, és ennek keretében kialakult egy olyan együttműködés, aminek alapján megpályázhatunk egy British Know-how Fund összeget, és eredményeként a Cambridge-i intézettel együttműködve, Cambridge-i környezetvédelemmel foglalkozó szervezet volt, kialakítottunk egy olyan számítógépes rendszert, amelyik háromnapos előrejelzésben megadta az időjárás függvényében a várható koncentrációkat különböző pontokon Budapesten. Ezt a fővárossal együttműködésben a Daisy Kft. Végezte, és természetesen az alapadatokat azt a OMS adta hozzá. Ami érdekessége volt ennek a modellezésnek, az az, hogy külön tudtak kezelni a különböző forrásokat, tehát buszt vagy személyautót, külön tudta az ipari forrásokat, külön az úthálózatot. Itt például egy ilyen nitrogén-oxid terhelés megadott időjárási viszonyok mellett így terhelte Budapest levegőjét. A hálózati tőkét azért még egy kicsit tovább ragoznám, bár nem kapcsolódik közvetlenül a JASA tevékenységhez, de a Planning Conference annak idején, amelyeken én részt vettem, az azzal foglalkozott, hogy hogy lehet
menedzselni nagy szervezeteket. Kialakult ebben az időben egy olyan kapcsolatom az Open University-vel Angliában, amelyeknek az egyik gazdája az rendszer szemléletű menedzsment módszereket tanított. Ebből adódóan én elsőként adtam Magyarországon menedzser diplomát, amiért persze Acél elvtárstól megkaptam a megfelelő dorgálást, hogy kis elvtárs nagyon jól kell, hogy tudja, hogy Magyarországon a vezetőket kiválasztják, és megvan a hármas kritérium, nem kell őket képezni. Megvan a készségük hozzá, jó származás, és tovább, akkor lehetnek vezetők. Magyarországon először az Iparművészeti Főiskolán Design Management címen sikerült a menedzsmentet becsempészni, de az már egy igazi menedzsment kurzus volt, ami hosszú ideig működött, de ma is működik egyébként, van Design Manager díj is ma már Magyarországon, minden évben kiosztják, így többek között, mint intézetigazgató, mert én lettem ott a menedzser és továbbképző intézetnek az igazgatója, ki kellett dolgozom a 80-as évek utáni változások főiskolára gyakorolt hatását. Nagyon érdekes, ebben az írásomban ma számtalan olyan dolog köszön vissza, amit akkor rögzítettem. Nagy szervezet. Ugyancsak angol kapcsolat alapján azt mondták, rendszerszemléletű szervezet, hát mi kell más? Itt van a franchise. Az egy olyan háló, ami nagy szervezet, működik, rendszer szemléletben kell működtetni, és kész a siker. 17 évig voltam az általam alapított Magyar Franchise Szövetségnek a főtitkára, többek között melléktermékként megszültem a Franchise A-tól Z-ig című könyvet is, úgyhogy ebből is a kapcsolati háló hozott ki engem eredményesen, és hát ugye a franchise tanácsadás az elég hosszú ideig tartott, többek között az utolsó ilyen tanácsadásom a Kanári-szigeteken volt, ami egy nagyon szép hetet jelentett számomra, de mondtam, hogy Magyarországról élelmiszert húzzuk be azt a boltrácsot, és ne próbáljunk franchise hálózatot építeni, főleg ne a Kanári-szigeteken kezdve. Úgyhogy ezzel a franchise tanácsadási tevékenységemet befejeztem. Két szeméről mindenképpen meg kell emlékezni, akiről ugye már volt szó, az Grisiáni, aki szeretett Magyarországon lenni, szerette a magyar életformát, itt éppen kocintunk, nem csak ittunk vele, beszélgettünk is nagyon sokat, ő egy nagyon sok oldalú és művészileg is fölkészült, kiválóan zongorázó személy volt, jó hangja volt, egy ilyen igazi élni tudó grúz. És végül, de nem utolsó sorban Láng Istvánról, aki a Marebnak a társelnöke, de gyakorlatilag mind a Moszkvai Intézetben, mind a Luxemburgi Jasában Magyarországot a leghosszabb ideig és legtartalmasabban képviselő ember volt, aki a főnököm volt ebben a minőségében. Köszönöm a figyelmüket!